Az építményadó 16,7%-kal, a telekadó a belterületi telkeknél 30%-kal emelkedik januártól. Született meg a döntés a képviselőtestület november 23-ai ülésén. Az elmúlt években nem került sor adóemelésre, a telekadó mértéke 2015, az építményadó 2018 óta változatlan, viszont a telekadónál az elmúlt években kedvezményes adómértéket vezettek be egyes területekre, valamint a mentességek köre is bővült. Nagyon röviden jegyezném meg, hogy a 17,6%-os építményadó növekedésben magasnak találunk, tehát hogy hozzá kell tudni, és az elmúlt években ez nem emelve, de ezzel az adóemeléssel és hát a jelenlegi kialakult gazdasági helyzetre ez nagyon-nagyon nagy terheket ront a meglévő ingatlan tulajdonosokra. A telekadó vonatkozásában a 30% is kívülről magas, viszont itt ugye nincs meg az adóvolumen, akinek ez nagyon nagy terhet volna, viszont azt örömmel tapasztalom, hogy az iparparkban lévő területek vonatkozásában a gazdasági élénkítés miatt nem történik a területeken a adóemelés. Köszönöm szépen! Néhány olyan számot, ami befolyásolja ezt a döntésüket. Például a Bakony-Kaszt, amelyik a városi gyermekétkeztetést végzi, az 32%-kal kívánja emelni az élelmezési költséget. Tehát január 1-től 32%-kal. Úgyhogy ebben az évben már több mint 50%-kal emelt. Tehát ez 100%-os emelésnek minősül rövid idő alatt. Hát most a részletekben nem fogok mondani, de persze nem fogadtuk el, és egy sikeres aukción már részt vettünk, és ott egy ilyen 10%-os emelést értünk el, csak 10%-os emelést értünk el, ez óriási eredmény 33%-os képest. Hát a többi még hátra van, hát a villamos energiával is hasonló áremelkedésekkel lehet számolni. Csak az energiaköltségek növekedése a jövő évre a város önkormányzata és az intézményei tekintetében 1 200 millió forint. 1 200 millió forint. Úgyhogy a távfűtés tekintetében csak 12%-os áremelés van. Tehát megnéztük a hasonló városokat, mint a mi Marka. Például Kazincbarcikának hasonló az összetétele, mint hálózat és költségvetési nagyság, városlakosság tekintetében, mint Ajkának, 2,5 milliárdos költségemelkedéssel számol. 2,5 milliárd. Tehát az kétszeres az Ajkainak. Jellemzően a gáz mondja meg a két város különbségét. Nálunk ugye kisebb a gáznak az aránya, és nagyobb a távfűtésé. Náluk még nagyobb a gázé, és kisebb a távfűtésé. Tehát ilyen számok mellett, képviselő úr, persze megértjük, milyen könnyen. Mindenképpen azt gondolná, hogy nem kellene, de meg kell élni azért valahogy a talpon kell maradni. A polgármester elmondta, hogy már eddig is számtalan korlátozó intézkedést vezettek be, és a városi uszoda működésének korlátozásának vagy bezárásának a kérdését sem vették még le a napirendről. Az intézmény működtetésének többletköltsége egy évre 150 millió forint. A város a cégekhez fordult támogatásért, de a gazdasági társaságok legnagyobb igyekezete és jó indulata mellett is alig több mint 8 millió forint jött össze. A takarékosság indokolja azt a lépést is, hogy lekapcsolták a templomok díszkivilágítását, amely 5 millió forint megtakarítást jelent. Az intézkedés előtt felkeresték az egyházakat, mindenki megértette és tudomásul vette a döntést. Az üveggyár múzeumának az épülete ügyében is történt előrelépés. Hallom, hogy sikerült megállapodni arra vonatkozóan, hogy a kastély épületét a város meg tudja szerezni. Jó az információ? Az első kérdésem. A második kérdésem az, hogy mivel feloldjuk azt a hidalmat, amit néhány hónapban ezelőtt a területre rendeletben megfogalmaztunk, lehetett tudni arról valamit, hogy a tulajdonosnak milyen tervei vannak a beépítésére, a hasznosítás vonatkozásában.
tisztelt képviselőtestület, valóban az önkormányzat eredményes tárgyalásokat folytatott a Vistály Kft. Vezérigazgatójával, úgyhogy előreláthatólag a jelenlegi irodai épület, amit közismertek kastélyként ismer a város lakossága, azaz önkormányzati többségi tulajdonú Csingergőt Kft. Mint múzeum működtető gazdasági társaság tulajdonába kerülhet, előreláthatólag január 1 napjától. Ami hasonló nagy eredmény, és ami lényegében összefüggésbe hozható a változtatási tilalommal, a kastély épület körüli területek tulajdonlását illetően voltak korábban vitásügyek a Vistály Kft. Tulajdonosi körével. Most ez is megoldódik, úgyhogy rövidesen egy rendkívüli ülés keretében mindegyik szerződéshozás konstrukció a testület elé kerül. Tehát nem csak a kastély épület, hanem a kastély körülvevő közterület is. Az viszont önkormányzati tulajdonba megy át, tehát az teljesen egyértelműen a közterület jellegéből adódóan az nem a Kft. Lesz, hanem az önkormányzati. 3 évvel ezelőtt tettük egy ajánlatot, hogy víz több lépcsőben, de az utolsó lépcsőfokon az volt, hogy 100 millió forintot ajánlottunk a kastély épületére és a kiállított tárgyakért, tehát valamennyi olyan tárgyért, ami abban az épületben. Ugye a jegyzőből az a szigorú tényeket közölte, ugye ezt nem fogadták el, tulajdonosok nem fogadták el, ők akkor már több mint 300 millió forintért szerették volna ezt értékesíteni. Úgy gondolom, hogy ez 3 évvel volt. Megmerevettek a tárgyalások, meg is szakadtak, aztán most új utat fel újra, egy kezdeményezésre, ami áttörte ezt a lényegében gátat, és most olyan megállapodás látszik körvonalazódni, hogy az árban jelentős csökkenés nem történt, de azt lehet be, ugye főjegyzőről közölni, hogy várhatóan 300 milliót fizet ezért a önkormányzat, illetőleg az általunk megnevezett Kft., de ezt 15 év alatt kell teljesíteni. Tehát 15 év alatt fogjuk majd ezt teljesíteni, és ezáltal a birtokunkba kerül. Azt gondolom, hogy aki Ajkán él és ajkai életet ismeri, munkát jelenét, azt tudja, hogy ezer szállal kötődött a város az üveggyárhoz, tehát egy üvegipari kiállítást elengedni az nagy hiba lett volna. Én azt gondolom, hogy ez helyes lépés volt, mintha ez nagyon sok pénz is, nagyon nagy erőfeszítést igényel, hogy az épületet fel kell újítani majd. Én erről az országgyűlési képviselő urat is tájékoztattam, tehát hogy ezt meg kívánjuk szerezni. És remélem, hogy ezt eredményesen végre is tudjuk majd hajtani. Kisebb vitát váltott ki a Béke utcai híd megépítése, amelynek a lakosság körében is vannak ellenzői. A téma már évekkel ezelőtt napirendre került, de azóta történtek változások, sok minden a megépítése mellett szól, valamint a városnak egy nyertes pályázat miatt rendelkezésre áll a beruházás fedezete. A vasútállomás előtt a város egy P+R parkolót kíván építeni, ahol a vonattal továbbutazók hagyhatják a gépkocsijaikat. Az ülésen elhangzott, hogy az érintett területen élők időben és megfelelő tájékoztatást kapnak majd. Hosszú ideje folyik már arról a szó a városban, hogy hogyan lehetne a főutca, elsősorban a főutca forgalmát tehermentesíteni. Erre nagyon sok terv készül, ugye részben beleintegrálva itt az Ajkaváros megkerülő, 8-as megkerülő úttal kapcsolatban is, tehát egyébként is. Tehát inkább azt akarom ebben demonstrálni, hogy a főutcában élők is már igen hosszú, régóta egy elvárással vannak a város vezetése kapcsolatban, hogy az ő lakókörnyezetüket, közvetlen lakókörnyezetüket tehermentesítsük valamilyen szempontból a forgalomban. Kapcsolódva itt a közlekedési kollégám, Pákai közlekedési kollégámhoz, azért elmondom azt, hogy ez a fajta híd, vagy ez a híd, amiről most itt szó van, bár részben tehermentesíti a főutcai, de mégse tehermentesíti, ugyanis az a híd nem olyan útra vezet, amelyik egy átmenő út, tehát az országos közlekedési állapotnak része, hiszen a
Kinizsi utca, az egy zsák utca. Tehát valójában kik fogják azt a hidat forgalom szempontjából használni, azok, akik ott lakó. Elsősorban azok. És azt a célt ez nem tudja sajnos megvalósítani, hogy a főutca hát forgalom termettesítésében jelentős változást hozzon. Ahhoz még további erőfeszítésekre és intézkedésekre lesz szüksége a városnak. Remélem a jövőben azok sikerülni fognak, és úgy gondolom, hogy ilyen empátiával a leendő híd mellett lakók is élhetnek, ha picit is, de valamennyire tehermentesíti majd Ajka főközlekedési útját a főutcát. Én ezt a megértést kérem az ott lakóktól, és remélem, senkinek nem fog ez a jövőben komoly változást okozni az életében. Köszönöm. Tehát nem tartozik szorosan a témához, de megemlítem, mivel tegnap egy jó hírt kaptam, és összefügg nyilván minden mindennel, hogy ezt valamikorságot mindannyian el tudjuk fogadni. Navracsis úr felhívott, hogy a város megnyerte a belterületi utak fejlesztésére benyújtott pályázatát. Ez 460 millió forintot jelent, összefügg ezzel a témával, mert ebből valósulnának meg a Tornapatak többi hídjai. Ez a Béka utca egy másik programban van, de azt már korábban megnyertük. Most megnyertük ezt az újat, és a Béka utcának, illetve a Tornapataknak valamennyi hídja benne van, meg a Deák Ferenc utca teljes felújítása körforgalomban együtt. Tehát most ezt azért mondom, mert Fők úrnak korábban más volt a véleménye ezzel kapcsolatban, nem támogatta tulajdonképpen, de változott a véleménye, nagyon helyesen örülök neki. Most már tűnik, hogy ez is egy megvalósítás szakaszában megvalósítható, úgyhogy tájékoztatunk a város közönségét, hogy megnyertük ezt a pályázatot. Országgyűlési képviselőnek alapvető szerepe van ebben, hogy ez sikerült, úgyhogy megyünk tovább ezen. Igazgatási szünet lesz 2022. december 22-től 2023. január 6-áig az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalban, amelynek időtartama alatt a hivatal zárva tart, kizárólag a halaszthatatlan ügymenetet és feladatellátást biztosítja, valamint halotti anyakönyvi ügyintézési ügyeletet tart.